Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Innomate program. A Móricz Zsigmond gimnázium diákjai nyerték meg a versenyt. 56 falun. Autentikus környezetben elevenednek meg az 56-os forradalom időszakának falusi mindennapjai a nemzeti ünnep hétvégéjén a skanzenben. Babával suttogó, zenével, verssel ötvözött, ölbéli játékokon keresztül mélyíthetik el a szülők kapcsolatukat gyermekükkel az offline centerben. Két személygépkocsi ütközött össze kedden délután Visegrádon az Esztergomi úton. Az összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A helyi önkéntes és a szentendrei hivatásos tűzoltók áramtalanították és átvizsgálták a járműveket, majd biztosították a helyszínt, tájékoztatott a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A Móricz Zsigmond gimnázium diákjai nyerték meg a nyáron az Innomate innovációs programot. A szentendrei fiatalok egy látássérülteket segítő fejpánt ötletének fejlesztésén dolgoztak egy tanéven keresztül. A program júliusi záróeseményén 5 csapat közül szerezték meg az első helyet. A szentendrei Sixth Sense csapata lett a győztes az Innomate országos döntőjében a 2021-22-es tanévben. A csapat tagjai Pásztor Lajos, Siska Soma, Lorenc Márton, Mészáros Jázon és Balázsi András egy látássérülteknek fejlesztett fejpánttal neveztek be a versenybe. A móricos diákok sikerük után 2 nagyobb budapesti eseményen is részt vettek a projektjükkel, a Brain Baron és a Social Impact Awards-on. Alapvetően a gimnáziumnak az egy fontos, hát úgy mondjam, hogy egy ilyen fő csapás, fő irányunk, hogy sokkal inkább az együttműködés, a kooperáció ez ugyan a hangsúlyra. Versenyek tekintetében is ezeket preferáljuk. Maga az Innomate, amelyik a polgári üzleti világban való érvényesülés egyfajta nagyon jó módszereit tanítja meg a gyerekeknek, azért szintén mindig egy tanévet végölelő folyamat. Általában a tizedikesek eshetnek át ezen a program sorozaton, mindig egy népszerűsítő programmal indít, szintén önkéntes a csatlakozás, de azért elég sok gyermeket érint, és ami az ő sikerüket azért elhozta, azért az egy, hát most már több mint egy éves munka, ami ezt megelőzte, nyilván pedagógusi segítséggel, mentorálással, de egyre inkább önmozgóakká váltak és kreatívvá váltak, az legutolsó üzleti tervüket, azt tulajdonképpen ők már teljesen maguk csinálták, az utolsó előadást a zeneházában történt egy ilyen rangos nemzetközi eseményen, ott például teljesen ők készítették. Tehát igazából ott csak meg kellett néznünk, el kellett menni, és meg kellett nézni ezt a programot. Ugye azért az egy év az is egy siker, hogy láttuk, hogy hogy indul ez, és a végén hová jutnak el, és hát tényleg a végén csapatként együtt, angolul, magyarul prezentálni, bemutatni, terveket készíteni, mindent maguk csináltak a legvégére. Az Innomate programot a United Way Magyarország fejlesztette ki. Célja, hogy a mai középiskolásoknak 21. századi készségeket adjon át. A speciális oktatási tananyaggal a kreatív, kritikusan gondolkodó, vállalkozó szellemű fiatalokat szólítják meg, akik saját iskolájuk környezetében tanáraik együttműködésével dolgozhatnak innovatív ötleteiken. Tavaly ilyenkor látogattak el az iskolánkba az Innomate-nek a szóvivői, és igazából itt részt vettünk ezen a heti 2 alkalmas táboron, szakkörön, és a lényege, hogy valamilyen innovációval kellett előállnunk. És mivel álltatok elő? Egy készüléket találtunk ki a vakok számára, ami segíti őket a tájékozódásba és a közlekedésben, a mindennapokban. A szentendrei Móricz Zsigmond gimnázium volt az egyike annak az 5 iskolának, akik tavaly részt vettek a programban. A szeptemberi projekt indító nap után a tanulók heti 2 alkalommal dolgoztak az ötletükön. Az egész folyamat közel 1 éven át tartott. A Sixth Sense csapatát a Móricz pedagógusai, Balaton Takács Valéria, Szentendrei Rita, Gál Gabriella, Horti Csilla és Kis Ágnes segítették. Az ötletünk kitalálója egy nagyon jó barátunk, aki miatt
egyértelmű volt, hogy mi fogunk segíteni neki, és támogatjuk az egészet a végig az vitelében. Ki találta ki ezt az egészet? Ő az előbbi Lorenz Márton professzor úr, ő sokszor rukkal elő ilyen ötletekkel. Volt, amikor heteket nem foglalkoztunk vele, de akkor ugye nagyon összegyűlt a munka, és naponta 5 órát is elvitt. Úgyhogy végén igyekeztünk már beosztani az időnket, és úgy jól sikerült elosztanunk, igen. Tavaly szeptemberben kezdődött el ez az egész program, és így nagyjából az első fél évig volt hetente kétszer egy ilyen összegyűlés, és utána meg folyamatosan, hát ahogy tudtunk, összegyűltünk, és dolgoztunk rajta közösen a projekten. És nyáron is voltak nehézségek, de azt is sikerült megoldanunk. A program munkavállalói kompetenciákat fejleszt. A résztvevő középiskolások olyan készségeket sajátíthatnak el, mint az együttműködés, a csapatmunka, az alkalmazkodás, a kommunikáció és a probléma megoldás. A United Way Magyarország küldetése, hogy segítse a fiatalokat a munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedés alapfeltételeinek megteremtésében. Igazából szeretnék ezzel a projekttel foglalkozni, de emellett ugyanúgy az iskolával, meg a saját életemmel is, de abszolút fennálltam annak a lehetőséget, hogy tényleg a jövőben már csak ezzel foglalkoznánk, mint vállalkozás, és közösen így együtt, vagy akár több emberrel is. Az utolsó versenyünkben harmadikak lettünk, ami igazából nem is annyira rossz, de nem tudjuk, hogy mi lesz még az ötletünkkel. Konkrét dolgokat tudunk a pénzügyel is, illetve a fejlesztésekkel is kapcsolatban, viszont ehhez kell egy befektető és minden más, hogy sikerüljön. Mik szeretnétek lenni, hogyha innen kikerültök? Hát én még jelenleg nem tudom, de mindenképpen az egyetem a következő cél, illetve valami a médiával kapcsolatos dolog lesz. Én szintén nem tudom jelenleg, hogy mihez szeretnék kezdeni, de a nyelvek, amik nagyon érdekelnek, és az informatika. Az Innomate döntőjében 2 csapat vett részt a Móricz Zsigmond gimnáziumból. A Busztró is jól teljesített, ők a 3. hely mellett a közönség szavazás nyertesei lettek. A győztes Sixth Sense számára a következő lépés az igényfelmérés, a prototípusgyártás és a tesztelés. Reményeik szerint hamarosan elkezdődhet a látássérülteket segítő fejpánt terjesztése. A nemzeti ünnep hétvégéjén, október 22-én és 23-án a Skanzenben autentikus környezetben elevenednek meg az 56-os forradalom időszakának falusi mindennapjai. A történelmi pontokon megismerhetik a látogatók az 56-os események néhány vidéki epizódját, beöltözhetnek az 50-es évek ruháiba, és megkóstolhatják az ínséges időkben gyakran fogyasztott köleskását. A Dél-Dunántúl tájegység Faddi házánál élelmiszert és ruhát gyűjtenek teherautóval a budapesti forradalmároknak. Megtudhatjuk, hogy a kisalföldi János somorjánál ezrek szöktek át Ausztriába a forradalom leverése után, az Ásványrárói háznál pedig a mosonmagyaróvári vérengzés helyi áldozatára emlékeznek majd. Ismeretterjesztő előadások, filmvetítés árnyalja a korszakról kialakult elképzeléseinket. A kézműves programok is a kort idézik, hogy a gyerekek ízelítőt kaphassanak az 50-es évek tárgyi világáról. Varhatnak rongybabát és textil zsebkendőt, készíthetnek gombfocit vagy plakettet, de fűzhetnek nemzeti színű karkötőt is gyöngyökből. Utazzunk együtt az 50-es évekbe a Skanzen ünnepi hétvégéjén. Az Offline Center közösségi központ hétfő délelőttönként kínál lehetőséget a fiatal szülőknek, hogy zenével, verssel, ötvözött ölbéli játékokon keresztül mélyíthessék el kapcsolatukat gyermekükkel. Balázs Marietta 15 éve tart baba-mama foglalkozásokat a Dunakanyarban. Leginkább Szentendre és vonzás körzetében lehet vele találkozni bensőséges programjain. Maga is édesanya, 2 lánya már gimnazista. Ringató foglalkozásból indultam, valamikor elvégeztem ezt a tanfolyamot, és aztán annyira egyedi és sajátos lett a foglalkozásnak a komplexitása, mivel nem csak zenéről, zenével nevelésről szól, hanem olvasóvá nevelésről is. Ez 3 év alatti, tehát születéstől 3 éves korig babáknak és anyukáknak szól, természetesen apukák és nagyszülők is szoktak járni időnként,
ölbéli játékokat játszunk, magyar népdalokat éneklek gitárkísérettel, citerával, furujával, és közben megteremtünk egy nagyon bensőséges, családias hangulatú közeget, amiben az anyukák is egymással tudnak együtt énekelni, egymással találkoznak, itt maradnak, aztán meseajánló is van, amiben a könyvtárból hozok gyermekkönyveket bemutatni, az olvasmányélményeinket megosztjuk egymással, és így még arra is nyílik lehetőség a zenével nevelés mellett, hogy a könyveket is megnézhessék, és aztán itt maradnak, az offline centerben is tudnak itt még a saját problémáikról is beszélgetni, hogy a közösséggé tudjunk formálódni, ez is nagyon fontos cél. Marietta tanítóként kezdte pályafutását. A zenét, a hangszeres muzsikát már akkor is bevonta a munkájába az olvasás órákon. Ezt a hagyományt a kisgyerekes foglalkozásain is ápolja. Sok hangszeren is játszom, tehát a gitár mellett citerázom, zongorázom, furujázom, metalofon, dob, tehát a kalimba apró kincsek is bekerülnek időnként, tehát a hangszer nagyon-nagyon sokat emel a foglalkozásnak a menetén, illetve bátorításként is van így a háttérben, hiszen az anyukák nem mindig mernek énekelni, saját hangjukat hallgatni, pedig az élő énekszó, az édesanya hangja az az, ami egy nagyon meg tudja erősíteni ezt a bensőséges kapcsolatot a gyermekkel, és az első 3 év nagyon-nagyon fontos, hogy mi az, ami meg lesz kötve abban a gyermekben. Ebben a 3 évben alapozzuk meg az érzelmi intelligenciáját, az értelmét, ahogyan nyílik a világra, és ahogy megtapasztalja a körülötte lévő kapcsolatokat is, és itt a gyerekek egymással is tudnak kapcsolódni, ez az, ami nagyon megmosolyogtató olykor, és bekerülnek már egy lüktető, élő közösségbe, ami a családhoz nagyon hasonlít, csak ugye ennél több, hiszen egyszerre élik át, hogy fölemeli az anyukájuk őket, vagy beejti a két térde közé, és akkor ebben van egy öröm, és van egy erő, ami felszabadul, hogy ezt egyben a kis közösségben tehetjük meg együtt. Bár a pedagógusnak nagy rutinja van már, és az adott évszak alapján az ünnepi alkalmak mentén készülő óravázlatokkal érkezik a foglalkozásokra, sokszor az adott pillanat felülírja terveit. Fontos, hogy az ölbéli játékokkal egyfajta keretet adunk egy babának a napjához. Nagyon jó, hogyha ezeket otthon is játsszák a gyerekekkel, és sokszor, és belekerül a hétköznapi életükbe. Például az étkezéskor ugyanazt éneklik a gyermeknek, amikor az elalvás szertartása van, akkor arra is van egy dal. A nehéz helyzetekben, ha egy hisztiből kell kivenni egy gyermeket, akkor is arra is vannak módszerek, hogy ezt mondjuk melyik játékkal lehet megtenni. Mert hogyha a gyermeknek egy napját felfűzzük ilyen ölbéli játékokra, már is könnyebb az életünk, egy kis humor, ez a bensőséges összetartozás élmény, ez ilyenkor felszabadul, és ebbe nagyon könnyű ilyenkor például segíteni, visszasegíteni a gyermeket egy nyugalom állapotába, és a babáknak nagyon fontos az ismétlődés is, ez a periódikus ismétlődés, ez adja a biztonságot az ő kis napja köré. A zenepedagógus folyamatosan képzi magát, többféle szakmai kurzuson igyekszik elmélyíteni tudását, hogy még magasabb minőségben állhasson a fiatal szülők szolgálatába. Ez egy komplex élmény, mert amellett, hogy zenével nevelés, olvasóvá nevelés, és ez a közösségi élmény, amit itt bekerülnek egy közösségbe, emellett azért egy segítő szolgálat is van emögött, hogy most már végzek például meseterapeutának tanulók, és mentálhigiénés szakember szakot is, rá is már beiratkoztam, tehát igény van a szülők felől arra, hogy mivel fiatal családok, és valakinek első gyermeke, még olyan sok tapasztalatlanság és rutintalanság van bennük, ami bennem is volt, amikor megszülettek a lányok, és ez óriási, hogy egy szolgálat is kialakult belőle számomra, egy szolgálati terület, hogy be lehet avatkozni a nehéz helyzetekben, és meg lehet ölelni olykor valakinek arra van szüksége, és lehet szakmai tapasztalatokkal is segíteni az anyukákat. Marietta nagyon harmonikus kapcsolatban van a lányaival. Meggyőződése, hogy az ösztönösség sokszor többet ér a gyereknevelésben, mint a szakirányú iskolai tanulmányok, melyeket a későbbiekben folytatott.
Nekem két lányom van, Borka már 16 éves, ő az első nemzedék, az első suttogós nemzedék már 16 éves, Hanna 13, tehát mindketten a Berzsenyi Dániel gimibe járnak, ami azt jelenti, hogy érzelmi intelligenciában és értelmi intelligenciában is magasan átlag felett vannak. Mindkettő kitűnő, mindkettő Visegrádon évdiákja lett, díjat elnyerte, ösztöndíjasok, tehát, hogy csodálatos kis emberek. Én azt gondolom, hogy mind a két dologra, az érzelmi és az értelmi intelligenciájukra is hatással volt az, amivel én foglalkoztam. 5 éve egy saját bölcsődében heti 2 nap szerzi a tapasztalatainak nagy részét. Ott teszteli a könyveket, dalokat, amelyekből a babával suttogó programot állítja össze. Heti 3 napon, hétfőnként és péntekenként Szentendrén tartok foglalkozást, suttogót, hétfőn az offline centerben, pénteken a könyvtárban suttogózom, csütörtökön pedig Pomázon, a Pöttyös-Bögre kávézóban, és a másik 2 napon, kedden és szerdán van a bölcsi, az pedig egy szentendrei családi házban, és ez nagyon érdekes, mert én kicsit vándor nevelőnek is tartom magam, mert évről évre, évenként változik a helyszíne a bölcsinek, tehát ez egy mozgó dolog, ez egy rendhagyó történet, mert én találtam ki ugye 5 évvel ezelőtt, tehát olyan nagy az anyukáknak a köre, akit én megismertem a 15 év alatt, úgyhogy nagyon könnyű találni egy családot, aki elvállalja a saját otthonában, hogy a bölcsinek a házigazdája legyen. Marietta a bölcsiben is gitározik, mondókázik a kicsikkel. A szülők részéről is sok megerősítést kap abban, hogy értékes, amit csinál. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy már a jövő évi Vándor bölcsőde helyszínre is van jelentkező családja. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön sok lesz a napsütés, felhősebb időszakok nyugaton lehetnek, de esni itt sem fog. A szél többnyire mérsékelt, néhol élénk lesz. Visszaesik a hőmérséklet, hajnalban 1-7 fok várható, a fagyzugos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Napközben 12-17 fokra készülhetünk. Adásunk végén még egyszer legfontosabb híreink röviden. A Móricz Zsigmond gimnázium diákjai nyerték meg a nyáron az InnoMate innovációs programot. A nemzeti ünnep hétvégéjén, október 22-én és 23-án a Skanzenben autentikus környezetben elevenednek meg az 56-os forradalom időszakának falusi mindennapjai. Zenés babamama foglalkozáson mélyíthetik el a szülők kapcsolatukat gyermekükkel az offline centerben. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Endrei Judit műsora, az Életreceptek. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!